Idén ünnepeljük Komárom városá válásának 750. és szabad királyi városi rangra emelésének 270. évfordulóját. E két jeles évforduló különös hangsúlyt kap az idei 24. Komáromi napok közös rendezésű esemény sorozatain is, jelentette be a közösen megtartott sajtótájékoztatón Molnár Attila Délkomárom és Tubendek László városunk polgármestere. A két város közös műsorfüzetet jelentett meg, és természetesen összehangolják a műsorfolyam programjait is. Megmaradnak a népszerű bevált programok, de újak is lesznek. Ezekről folyamatosan adnak majd tájékoztatást. Megszülettek az első logójavaslatok is, hogy a Komármi Napok arculata megjelenítése is egységes legyen. Egy olyan stratégia kidolgozása a cél, melynek eredményeképpen sokakat vonzó a régió legrangosabb, legnagyobb fesztiválja legyen a Komáromi, melynek szervezésébe civil szervezeteket is bevontak. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy fontos a két város területrendezésének, területfejlesztésének az összehangolása, és együtt kell működni az egészségügy, a szociálpolitika, a katasztrófavédelem, az idegenforgalom és a közszolgáltatások terén is.